Választások. A 2024-es választások tétje, hogy egyetlen olyan intézményből se kerüljön ki az RMDS, amely választásokkal elérhető, mondta Kelemen Hunor szövetségi elnök egy nagyváradi sajtótájékoztatón. Az európai parlamenti választásokról Vince Lóránt EP képviselő Sepsiszentgyörgyön beszélt. Visszaváltás. Elméletben már működik a palack visszaváltási program, amely szerint visszakapjuk az 50-ban is betét díjat, ha visszavisszük a retúró lógós palackokat. Sok kisboltban azonban nem tudják még, hová raktározzák a visszavett üvegeket, ki és mikor szállítja el, illetve fizeti ki ezeket. Csíkszereda. Az állampolgárok javaslatait is figyelembe szeretnék venni Hargita megye költségvetésének kidolgozása során, ezért a tervezetet közvitára bocsátották. Borbój Csaba megyei tanácselnök elsősorban arra kíváncsi, mit tartanak a megye lakói prioritásnak, és mi az, ami halasztható. Köszöntöm Önöket, híradónkat látják! A 2024-es választásokról és a kormány utóbbi 6 hónapban kifejtett tevékenységéről tartott sajtótájékoztatót Kelemen Hunor, az RMDS szövetségi elnöke Nagyváradon. 2024 nem csupán Romániában szuperválasztási év, de globálisan is, hiszen a világ lakosságának közel fele, mintegy 4 milliárd embert várnak idén az urnák elé, emlékeztetett nagyváradi sajtótájékoztatóján Kelemen Hunor, az RMDS szövetségi elnöke. Romániában 4 választás is lesz, az RMDS pedig arra törekszik, hogy minden szinten jelen legyen a döntéshozatalban, hiszen az idei választások legalább egy évtizedre meghatározzák a sorsunkat. Nekünk az a fontos, hogy egyetlen egy intézményből se kerüljünk ki, ott legyünk mindenhol, ahol döntéseket hoznak, és a választások szempontjából elérhető az Európa Parlamentben, az önkormányzatokban, természetesen ott, ahol most is jelen vagyunk, ne veszítsük, legyen 200 polgármesterünk, most annyi van, és a parlamentben erős frakciónk legyen. És hogyha ez mind sikerül, akkor az a cél, hogy visszamenjünk a kormányba. Az eseményen kemény szavakkal bírálta a kormány tavaly évvégén hozott döntését is, amelynek értelmében a jövedelemadók nem maradnak teljes egészében a helyi önkormányzatoknál. Ez a radikális döntés több milliós bevételkiesést jelent a nagyobb városoknak és megyeközpontoknak. Az RMDS elnöke kiemelte, hogy amennyiben nem történik valamilyen beavatkozás, az év közepe táján már nem lesz miből finanszírozni a nagyobb helyi beruházásokat. Nyissunk ablakot az Európai Unióra. Ez a célkitűzése annak a rendezvénysorozatnak, amelyet Vince Lóránt európai parlamenti képviselő indított, hogy válaszokat adjon a felmerülő kérdésekre az Európai Unió működése és a júniusi európai parlamenti választások kapcsán. Számos erdélyi város után most Sepsiszentgyörgyön is sor került az eseményre, amelyet Antal Árpád polgármester moderált. Egy szuper választási évbe léptünk. Június 9-én az európai parlamenti képviselőket fogjuk megválasztani. Nagy a tétje az idei év első választásának, hogy kik kerülnek az Európai Unió parlamentjébe, az hosszú évtizedekre tudja majd meghatározni az erdélyi magyarok jövőjét. Magyarázta Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere azon a kávéházi beszélgetésen, melyet Vince Lóránt, RMDSS európai parlamenti képviselő kezdeményezett, és amelyet már számos székelyföldi városban megrendeztek. Az Európai Unióról mindenkinek van véleménye, nagyon sok embernek most negatív a véleménye az Európai Unióról. Lehet, hogy ez annak tudható be, hogy a szalagcímek általában negatívak. Az, hogy ritkán van lehetőség betekinteni a részletek mögé, a kibeszélő pedig éppen arra teremt lehetőséget, hogy kicsit elmerüljünk egy-egy témában, az ukrajnai csatlakozás, a Schengen ügy, az ukrajnai gabona, az európai intézmények átalakulása, a kisebbségvédelem, hogyan tovább. Ahogy Vince Lóránt említette, az Európai Unió kapcsán sokszor negatívumok jutnak az emberek eszébe, pedig az uniós finanszírozási lehetőségeknek rendkívül sokat köszönhet Székelyföld.
Látványos haladást értek el a Minority Safe Pack kisebbségvédelmi intézkedés csomaggal kapcsolatban is, mely az unióban élő kisebbségek számára kínálna védelmi lehetőséget. A képviselő arra a kérdésre, hogy újraválasztása esetén mik lennének a következő 4 év célkitűzései, azt válaszolta. A kisebbségi törvénycsomag mellett a mezőgazdaság területén próbálna eredményeket elérni. A beszélgetés végén felhívta a figyelmet. Ha szeretnénk, hogy az erdélyi kisebbség is képviseltesse magát az Európai Unióban, el kell menni június 9-én, és le kell adni a voksunkat. Csak így érhetjük el, hogy olyan irányba haladjon Európa, amerre mi szeretnénk. A kivételezésből csinálnak szabályt, az ország fejlődésének és gazdaságának ártanak, valamint semmibe veszik Románia parlamentjét a jelenlegi kormánykoalíció döntései. Ezzel a demokrácia alapelveit is sértik, hangsúlyozta Csekhe Attila RMDSZ-es szenátor. Ahelyett, hogy költségvetés kiegészítést eszközölt volna, a kormány a tartalék alapból osztogatta az állam pénzét önkényes módon. A törvény értelmében a kormány július 1-e után egy vagy legfeljebb 2 költségvetés kiegészítést fogadhat el. Ennek célja, hogy a különböző minisztériumok által el nem költött pénzeket más, működő finanszírozási eszközök mellé rendelje. 3 évtized után először 2023-ban nem került sor a költségvetés kiegészítésre. Ennek eredményeként júliustól októberig állt a pénz az államkasszában, ami számos beruházás leállásához vezetett. Aztán súlyosabb dolog történt, az év utolsó harmadában 99 kormányhatározattal összesen 31 milliárd 300 millió lejt osztott ki a kormány a sürgős, előre nem látható költségek fedezésére kialakított tartalékalapból, olyan költségekre, amelyeket az elmulasztott költségvetés kiegészítéssel kellett volna rendezni. Természetesen az ilyen jellegű pénzosztással nem kellett a parlament jóváhagyását kérnie. A kormány magának vette át a parlamentnek a szerepét, ezzel egy alkotmányos szerepet is átvett a parlamenttől, ami eddig soha nem történt meg, és ez a demokrácia működése szempontjából is nagyon-nagyon problémás. A statisztikák is megerősítik a szenátor állítását. 2022-ben közel 29 milliárd lejt, 2021-ben mintegy 18 milliárd lejt, 2020-ban pedig hozzávetőlegesen 43 milliárd lej plusz költségvetési kiadást csoportosított át az akkori kormány költségvetés kiegészítés formájában. Ezzel szemben 2023 utolsó harmadában a jelenlegi kormány több mint 31 milliárd lejt osztott ki a tartalék alapból. Megállapodást írt alá tegnap Törökország, Bulgária és Románia a Fekete-tenger aknamentesítéséről. Az aláírók szerint erre azért van szükség, mivel az orosz-ukrán háború miatt a térségben megnőtt az aknaveszély. Jaszár Güler török, Angel Tülver román védelmi miniszter, valamint Atanas Zaprianov bolgár védelmi miniszter helyettes Isztambulban írta alá a Fekete-tenger aknamentesítéséről szóló megállapodást. A küldetést a három ország tengerészeti parancsnokai vezetik, az elnökség pedig fél évente rotálódik. A megállapodás értelmében országonként 3 aknakereső hajó és egy parancsnoki hajó vesz részt a küldetésben. A közös kezdeményezésünk azt tükrözi, hogy teljes mértékben eltökéltek vagyunk abban, hogy biztosítsuk a biztonságos hajózáshoz szükséges feltételeket a Fekete-tengeren, és ezzel egyben a régió biztonságát is. Az orosz-ukrán háború kitörését követően már több kereskedelmi hajó futott aknára a térségben, legutóbb a tavalyi év végén egy a Dunai Izmail kikötő felé tartó teherszállító hajó. Szabályozza az Európai Unió a mesterséges intelligenciát globálisan elsőként, annak érdekében, hogy minimalizálni tudják a felhasználásával kapcsolatos kockázatokat. A politikai egyezség már megszületett, az intézkedések tavasztól léphetnek érvénybe. Korlátozza az Európai Unió a mesterséges intelligenciát. A mesterséges intelligencia felhasználásával kapcsolatos kockázatokat minimalizálják, és ezzel párhuzamosan büntetéseket is kiszabnak a rendelet tartalma mentén. Az EU a világon elsőként kockázatalapú megközelítéssel fordul a mesterséges intelligencia felhasználása felé. Ezt pedig 4 kategóriába sorolják, az elfogadhatatlan kockázattól egészen a minimális kockázatig. Mindez létező fogyasztóvédelmi és gyermekvédelmi törvényekre, valamint az európai életmód alapelveire, az emberi méltóságra, egyéni szabadságjogokra és a nemzetbiztonságra épül. A szabályozás a törvény betartását felügyelő testületeket állít fel, illetve egy tanácsadó testületet is létrehoz, amire azért van szükség, mert a mesterséges intelligencia fejlődésével a törvények is gyakran fognak változni.
szabályozás szüksége az nyilvánvaló, hiszen mi az Európai Unióban, a tagállamokban a jogállamiság, az emberi méltóság, az európai értékekre építjük a társadalmainkat, ezért a mesterséges intelligencia egy eszköz, az kell maradjon, a végső döntést bármilyen gyors folyamatokról van szó, bármilyen fontos tényező az idő, vagy a reál időben történő mesterséges intelligencia alkalmazás, mégis olyan szabályokat kell felállítani, ahol az ember legyen az, aki a végső döntést meghozza. Elmondta, a politikai megegyezés az Európai Parlament, Tanács és a Bizottság között 2023. decemberében született meg, és a tavasz folyamán sor kerül egy plenáris szavazásra, amivel párhuzamosan az Európai Tanács is elfogadja. Az intézkedések a kihirdetés utáni 2 évben fokozatosan lépnek életbe, de tapasztalható, hogy a mesterséges intelligenciára épülő ipar már most elkezdett a szabályoknak megfelelően tevékenykedni. Nem ment könnyen, mégis sikerült Árus Zsolt civil aktivistának, hogy magyar nyelvű beadványára magyar nyelven kapjon választ a pénzügyi igazgatóságtól. A civil aktivista elérte célját, használhatta anyanyelvét a közintézményben. Sikerként könyvelhető el, hogy magyar nyelven intézett levelére magyar nyelvű választ kapott Árus Zsolt civil aktivista a Hargita megyei pénzügyi igazgatóságtól. A törvény által nyújtott nyelvhasználati jogok alapján azokban a megyékben, ahol a lakosság jelentős száma magyar anyanyelvű, az állami hivatalokban is használható lenne a magyar nyelv. Ez a jog azonban nem mindig érvényesül. A civil aktivista szerint pozitív fejlemény most az, hogy magyar nyelvű beadványára anyanyelvén kapott választ. Nyilvánvaló módon ez szokatlan az állami intézményeknek, és ezért bizonyos mértékben meg is értjük, hogy nehezen tesznek eleget ennek a törvényköteleségnek. Ellenben a megoldás nem az, hogy nem érünk ezzel a jogunkkal, hanem az, hogy minél többen élnek vele, ugyanis akkor lassan megszokják a különböző hivatalok is, hogy ezt a törvényt nekik alkalmazni kell. A Székelyfigyelő Alapítvány, amelynek Árus Zsolt az elnöke, folyamatosan tesz azért, hogy a romániai magyar anyanyelvű lakosság a különféle intézményekben a közigazgatási törvénykönyv előírása szerint használhassa az anyanyelvét az ügyintézés során. Az aktivista szerint csak akkor javulhat a helyzet, ha sokan élünk ezzel a jogunkkal. Megjelentek az üzletekben a Retúró programban újrahasznosítható csomagolások, a visszaváltás azonban még problémás. Főként a kiskereskedőknek okoz fejtörést a betétdíjas rendszer, mivel nem kaptak tájékoztatást arról, hol és miként kell tárolják a vásárlók által visszavitt használt palackokat, illetve mikor, milyen időközönként szállítják majd el ezeket. Elméletben már működik az italcsomagolások újrahasznosításának az előmozdítására létrehozott betétdíjas rendszer. Elkezdtek megjelenni az üzletekben az ambalage garancié, vagyis garanciás csomagolás jelzéssel ellátott üvegek, alumínium dobozok, a visszaváltás viszont még nem működik. A nagyobb élelmiszerüzletláncoknál van, ahol eddig is működött a retúróhoz hasonló visszaváltós rendszer, ott automatákat helyeztek ki, ahol le lehet adni a palackokat. De a kisboltosok arra panaszkodnak, hogy nem kaptak tájékoztatást arról, hol és miként kell majd tárolni azokat a használt üvegeket, amiket a vásárlók visszavisznek, illetve mikor, milyen időközönként szállítják majd el ezeket. A kisboltosok azzal sincsenek teljesen tisztában, milyen formában kell majd visszaadniuk az 50 bani garanciapénzt a vásárlóknak. A törvény szerint ugyanis minden élelmiszerüzletben kötelesek fogadni a jelzéssel ellátott csomagolásokat. Veres Hajnal, egy gernyeszegi kisbolt tulajdonosa híradónknak elmondta, sajnos sok olyan kiskereskedő van, aki egyáltalán nincs tisztában a program működésével, ő maga is az internetről tájékozódott. A legnagyobb probléma a palackok tárolásának kérdése. Ez is egy felmerülő kérdés, ami megoldásra vár, mivel gyűjtőpontokat nem helyeztek ki még, ezzel tájékoztatást nem kaptunk, csak az internetvilág áll rendelkezésünkre, minek folyamában mondjuk önmagamat vegyem példának, én tájékozott vagyok, de vannak embertársaim, akiket ez érint, úgymond, hogyha nem ismerik az internetvilágát, és ezt az oldalt nem tudják felkeresni, tájékozatlanok maradnak, és így nem tudnak eleget tenni a megoldandó problémáknak. Hozzátette ugyanakkor, hogy jó dolognak tartja ezt a kezdeményezést, hiszen valószínűleg ezek után jobban odafigyelnek majd az emberek arra, hogy ne dobják el csak úgy ezeket a csomagolásokat. Egy palackért 50 bani garanciát kell fizetnünk, egy nagyobb bevásárlás esetén viszont ez összegyűlhet, így jelentősebb összeggel kell majd többet fizetnünk, ezért is lesz érdemes visszavinni a palackokat.
A tavalyi 500 millió lejes keretösszeggel szemben idén 681 millió lej tervez beruházásokra, fejlesztésekre fordítani Hargita megye tanácsa. Ehhez ugyan a saját és alintézményei költségvetését kell karcsúsítania, de folytatják az útfelújításokat, és több ingatlant, köztük a megyei tanács épületét is szeretnék restaurálni. Az intézmény oldalán közzétett dokumentum kapcsán a lakosok véleményét, javaslatait is várják. Közzétettük a költségvetésnek a konzultációs oldalát, hiszen... A képernyőn látható oldalon érhető el Hargita megye tanácsának 2024-re vonatkozó költségvetési tervezete. Ehhez várják az észrevételeket a lakosság részéről, jelentette be Borgó Csaba elnök a témában tartott sajtótájékoztatón. A különböző fejlesztéseinket, legyen szó egészségügyi beruházásainkról, középületekről, a megyei utaknak az építéséről, javításáról, nagyon fontosnak tartanánk a véleményeket, hisz nem mindegy, hogy valamit most évelején, évközepén, évvégén, vagy netalán átutemezzük jövő évre. Tehát ilyen szempontból a hangsúlyok nagyon fontosak a lakosság részéről. Nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy a programjaink tekintetében kapjunk egy visszajelzést, hogy elég magas a program költségvetés tervezetünk a program, különböző programokra, akár visszanemtérítendő pályázati támogatásokra. Itt is várjuk a javaslatokat. Uniós pályázatokból 188 millió lejre számít idén Hargita megye tanácsa, egyik megnyert pályázatból épp a megyei tanács épületét újítják fel. Számos tavaly elkezdett megyei utat terveznek befejezni, de újabb szakaszok is bekerültek az idei büdzsébe. Orvoslakásokat építenének, fejlesztik a Csíkszeredai megyei sürgősségi kórházat, Büdösfürdőn felújítják a mofettákat és a Homorodfürdői egykori ifjúsági tábor épületeit. Számos más épület felújítása is bekerült a tervezetbe, így például a Hargita megyei kulturális központ székhelye és a Vámszer Géza népiskola székhelye is. Megtartották a civil szervezeteknek nyújtott pályázati keretet, növelték a sportra kiírt keretösszeget. Ötleteket, javaslatokat a megye 2024-es költségvetésére a hargitamegye.ro/költségvetés-konzultáció oldalon lehet tenni január 15-ig. Bemutatta a Hate Out online játékot a Lead Online projekt nyilvános rendezvényén a Marosvásárhelyi Divers Egyesület. A projekt és a játék célja felhívni a figyelmet a gyűlöletbeszéd negatív hatásaira. Bemutatta a Divers Egyesület Marosvásárhelyen a Lead Online projekt első nyilvános rendezvényén a Hate Out online játékot. A projekt célja, hogy felhívja a közvélemény figyelmét a gyűlöletbeszéd negatív hatásaira. Az online játékot is ebből a célból hozták létre. A Hate Out egy olyan online oktatójáték, amely arra készteti a játékosokat, hogy felismerjék az online gyűlöletbeszéd jelentős jellemzőit, megértsék annak az áldozatokra gyakorolt hatását, és ellen narratívák segítségével válaszoljanak konstruktív párbeszéddel és üzenetküldéssel. Korek Mária, a Divers Egyesület elnöke szerint nagyon fontos, hogy foglalkozzunk ezzel a témával, mivel a gyűlöletbeszéd egyre elterjedtebbé válik. Most már sok kutatás van arra vonatkozóan, hogy milyen negatív hatása van az, hogyha mind több és több negatív, vagy tehát nem negatív, mert gyűlöletbeszéd vesz körül minket, tehát hogy a közösségben, az online felületeken különösen elég durván elszalad néha, úgymond a ló, és anélkül, hogy gondolkoznánk, hogy másokra milyen hatással van az, amit mondunk, mindenféle dolog megjelenik, ami nem kellene. A játékosok az online játékban több jeleneten keresztül tapasztalhatják meg a gyűlöletbeszéd különböző formáit, és eldönthetik, hogy egy adott szituációban melyik lehet a helyes cselekedet. Ez abban segít, hogy a későbbiekben felismerhetik a gyűlöletbeszédet, és ösztönzi őket arra, hogy fellépjenek ellene. Elsősorban a 14-19 éves fiataloknak szól, de valójában nincs korhatár, bárki kipróbálhatja. A játék egyelőre nem érhető el magyarul, hiszen Romániából nem tudtak két nyelvet elfogadtatni a projekt keretében, és nincs magyarországi partner. A Divers Egyesület azonban a jövőben önkéntes alapon a meglévő kidolgozott útmutatókat lefordítja, és a saját felületein publikálja magyarul is. Vizsgálatok erősítették meg, hogy a Bátori család két tagjának sírjára bukkant a 2021 májusában Szilágyperecsenben, az egykori Viola dombon. Ugyanitt 2020-ban egy középkori templom maradványait tárták fel.
Szilágy Perecsen önkormányzata 2017-ben egy 42 áras területet vásárolt, hogy ravatalózót építsen. A helyről és környékéről azt feltételezték, hogy régészeti lelőhely lehet. A felvetést Petri Mór monográfiája szolgáltatta, amelyben megírta, hogy egykoron a perecseni Viola dombon római katolikus templom állt, és kriptájába bátoriakat temettek. Kiinduló pontot jelentett a 80-as években talált két szarkofágtető, amelyeket a megvásárolt területen találtak. Hogyha a 70-es, 80-as években megkérdeztük az idős bácsikat, néniket, hogy Perecsenben hol található a Viola domb, nem tudtak ráadni választ. De azt tudtuk, hogy a Viola dombon volt a bátoriaknak, a perecseni Szaniszlófi ágnak a birtoka, és volt egy templom. Lám-lám az idő elhozta azt, hogy megtudtuk, hogy hol van a Viola domb, megtudtuk, hogy hol volt a bátoriaknak a templomuk. Zilai régészek ásatásai során 2020-ban vált bizonyossá, hogy értékes lelőhelyet, egy középkori templom maradványt, temetőt, sírókat találtak. Ezt megelőzően feltárták Bátori András püspök által építtetett katolikus templom alapjait, és annak közelében egy kettős sírt. 2021 májusában egy páncélbe öltözött személy onkoporsójára egy 16. századi nemesember maradványaira bukkantak. Mellette sisak, sarkantyú, kard, buzogány volt. Mindez arra utalt, hogy az illető a Bátori család egyik leszármazottja lehet. A temetőben talált 13 csontvázon DNS vizsgálatokat végeztek, melynek eredményeit nemrég ismertették. Megtudtuk, hogy abból a 13 csontvázból két személy rokonságban áll egymással, az egyik az említett nemes ember, és még egy csontváz, valamint Y-kromoszómájuk alapján megtudtuk, hogy ők igazából a történelmi Svábia régiójának a területéről érkeztek ide. Ugye tudjuk, hogy a Bátori család is innen eredezthethető. A monográfia szerint Bátori Eleket 7 gyermekével és Bátori Ferencet 5 gyermekével a szilágypereceni templom kript tájában temették el. A polgármester elmondta, a jövőben a területen turisztikai központot alakítanak ki, ahol egy szőttes és pálinka múzeum is helyet kap. Javított helyezésén Gyenes Emmanuel, sporthírekkel folytatjuk. Jelentősen javított helyezésén a Szatmári Meti Gyenes Emmanuel a Szaúd-Arábiában zajló Dakar Rallyn a 48 órás etapon, annak ellenére, hogy betegen versenyzett. A szombati pihenőnap előtt összetettben a 25. helyen áll. Először szerveztek 48 órás etapot a Dakar Rallyn. A lakatlan, dűnék és kiszáradt sóstavak borította a szaúdi sivatagban 626 km mértávot kellett teljesíteniük a versenyzőknek úgy, hogy az első nap délutánján 4 órakor megállították őket, és a legközelebbi ideiglenes táborban tölthették az éjszakát. A maradék távot ma reggel teljesítették. Gyenes Emmanuel számára nem indult jó előjelekkel az etap, ugyanis egy nappal korábban megfázás jelei jelentkeztek nála. Tegnap már éreztem, hogy egy kicsit fájtorkom is. Meg vagyok fázva. Ma meg belázasodtam. Most se vagyok valami jól, nem vagyok a topon, de remélem, hogy pihenő napig majd helyre jövök, és utána ott ki tudom még jobban pihenni magam. Ennek ellenére remekül teljesítette az erőpróbát, hiszen a szakaszt a 26. helyen zárta, és összetettben feljött a már előkelőnek számító 25. helyre. Szombaton Riádban pihen a mezőny, ami a megfázással szembesülő versenyzőnek nagyon jól fog, hogy vasárnap új erővel folytathassa. Ekkor Riád és Al-Dawadimi között halad majd a mezőny 483 km-es mértávval. Az első részében kanyonokban kanyarog az út, majd dűnék következnek. Erősítette Marosvásárhelyi VSK teremlabdarúgó csapata, hogy elkerülje a kiesést az első ligából. A klub kosárlabda csapata pedig, miután sikerült bejutni a felsőházba, a rájátszásba kerülést tűzte ki célul, minél jobb pozícióról. Sajtótájékoztatón számolt be újdonságokról a Marosvásárhelyi VSK. A teremlabdarúgó csapat két tapasztalt játékost igazolt, Jón Áj Joáni és Stifán Tamás erősítik a folytatásban a keretet. Abban bíznak, hogy a tapasztalatukkal segítik a csapatot a célkitűzés az első ligában maradás teljesítésében, tekintve, hogy eddig még nem sikerült mérkőzést nyerni a fiatal kerettel.
Kozmin Germán vezetőedző szerint az új játékosokkal sikerülni fog. Két olyan játékos, akinek van tapasztalata Romániában és külföldön is, akik már nyertek trófeákat, van mit tanulni tőlük a játékosainknak, és biztosan segíteni fognak céljaink elérésében. A cél egyértelmű, a kiesés elkerülése, a következő szezonban pedig már biztosan sokkal magasabbra szeretnénk jutni. Az új játékosok is bizakodóan nyilatkoztak. Mert úgy gondolom, hogy ez nagyon szép projekt, amiben belekezdtek itt Vásárhelyen, és látva azt, hogy a srácok mennyi munkát beletesznek napról napra az edzéseken, úgy gondolom megérdemli. Úgy a klub, úgy a csapattársak, mindenki, hogy igenis itt játszódjunk az első ligában, és itt teljesítsünk minél jobban. A teremlabdarúgó csapat az év első mérkőzésén kedden 18 órától a Lucsáforul Buzau csapatát fogadja. Nem jó hír a marosvásárhelyi VSK kosárlabda csapata kapcsán, hogy az edzéseket nem tarthatják a Simon László sportcsarnokban. Egyrészt túl hideg van, a létesítményt működtető országos sportügynökség pedig megnövelte a bérleti díjat. Ennek ellenére, miután sikerült a felsőházba jutni, most a rájátszás a cél. A szezon elején nem sokan gondolták volna, hogy a felsőházban lesznek, mondta el Gyorgy Trif vezetőedző. Szeretnénk minél jobb pozícióból bejutni a rájátszásba, és a bajnokság legjobb csapataival felvenni a harcot. Nagyon nehéz lesz, mert azok a csapatok, amelyek az első 10-be jutottak, nagyon erősek. A küzdelem nagyon kiegyensúlyozott lesz. Addig is az alapszakaszból még 2 forduló van hátra. A férfi kosárlabdázók legközelebb január 15-én, hétfőn 18 órától lépnek pályára a Széchenyi Krajova ellen a Simon László sportcsarnokban. Ez volt a híradó, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, szép hétvégét kívánok, viszontlátásra! Műsorunk elérhető az interneten, YouTube-on és Facebookon.